sajtótájékoztatón, meg szeretném kérni a vezetőedzőnket, hogy értékelje a mai teljesítményét a csapatnak. Okay, hello to everyone. First of all, I want to say what I want to say. I think that we deserve this win. We play much better. We control the game. So I think that we can score even more goals. To be honest, they score from nothing. That was, I don't know, the ball for us, and then the referee give the corner. I don't know why, and okay, they score. But I think that totally we deserve this win. And that's all at the moment. Jó estét kívánok mindenkinek, hogy is kezdjem. Azt hiszem megérdemelt győzelmet arattunk ma. Jobban játszottunk, ellenőrzésünk alatt tartottuk a találkozót. Még több gólt lőhettünk volna, hogyha kihasználjuk a helyzeteinket. A Vidinek pedig a szépítő találata a semmiből jött, de szerencsére a meccs képén, a meccs végeredményén már nem változtatott, úgyhogy több gólt lőttünk, jól játszottunk, egyenlőre ennyi. Köszönöm szépen, akkor érhetnek a kérdések. Somogyi Zsolt vagyok, Nemzeti Sporttól. Egy ilyen mérkőzés, egy ilyen teljesítmény után van-e valami ilyen hiányérzete, van-e valami, ami miatt kritizálja a csapatát? No. At the moment I'm totally satisfied how they play. In defense, very strong, very organized. In attack also, we present a good model. The players have an idea on the pitch. You can see that from the side. We create a lot of chances. So I can't blame them from nothing, even from the second goal, because the corner comes from nothing. So at the moment, they just need to keep this rhythm. This is that's the key. Nem, semmit nem róhatok fel nekik, maximálisan elégedett vagyok a mai teljesítményükkel. A védelem erős volt, szervezett volt, támadásban nagyon jól átültettük az elképzeléseket, a játékosok jól olvasták a játékot, kiválóan teljesítettek a pályán, úgyhogy minden dicséretet megérdemelnek. Az ellenfelünk találatáért sem tartom őket felelősnek, szögletből, a semmiből született. Az a lényeg, hogy így haladjunk tovább. Jó estét kívánok, Judi Ádám, a Nemzeti Sportlók. Gratulálok a győzelemhez. Én azt szeretném kérdezni, hogy a szünetben mit kért a játékosaitól, hiszen egyből a fordulás után megszerezték a vezetést. Mi hangzott el a szünetben? I think that in the first half we are also better team on the field, from my opinion. I just said to my players, we just need to continue in that intensity, concentration, same, continue, and we will score. The game was the game is 90 minutes, so we can score maybe at the end. So the key words what I says to them is we should keep those rhythm to the end. That's intensity, that's those concentration, and that's all. Not too much. Véleményem szerint az első fél idő során is jobb játékot mutattunk, mint az ellenfelünk. A kérdésére válaszolva konkrétan azt mondtam nekik, hogy tartsák ugyanazt az intenzitást, ugyanazt a ritmust, ne lanyhuljon a koncentráció, és meg fogják látni, hogyha így csinálják, ha így folytatják, akkor lőni fognak, gólt fognak lőni. A mérkőzés 90 percig tart, és semmiképp se engedjék ki a kezükből, tehát mindenképp tartsák meg ezt a ritmust, ezt az intenzitást, fókuszáljanak. Ennyi volt, amit elárultam nekik. Soha? Kérdezhetek kettőt? Can I ask two more questions? Of course, yeah. That's why we are here. Természetesen. Milyen ebéddel lepte meg Budu Zivzivadzét, mert itt a fehérváriak azt mondják, hogy egész szezonban nem volt ennyi helyzete, mint most. He didn't give Zivzivadze to eat for lunch because he didn't have any so many chances this season like tonight.
He's a good player. He's a great player. We knew that. That's why we bring him here. But the other players create the chance for him also. So he play good. Yeah, he scored the goal. That's his job. That's why we took him from the Videoton, from the Molvidi, sorry. And but other players help him and create a lot of chance for him work. So we are team. Nagyon jó játékos, ezért is hoztuk el kölcsönbe a Viditől, de ne feledkezzünk meg a csapattársairól, akik a helyzeteket kidolgozzák, vagy kidolgozták a számára azért, hogy ő ezt értékesíthesse. Jól játszott, elvégezte a dolgát, amiért itt van, viszont a többiek segítségére szüksége van. A kérdésem... Second. No, it's okay. Give him to eat. I think spaghetti with chicken. Igen, a társakra is szükség van, azt mondta, és milyen szerepe van? Milyen szerepe van ebben a mai mérkőzésben a szurkolóknak? The supporters. Ah, this is Újpest. What kind of role did you have tonight? This is Újpest. Nagyon jó. Lehetett érezni, hogy mit, hogyha óriási segítség lett. Of course, we felt a huge support from them, and we felt already that last 3-4 games. And this is Újpest. This is the Újpest, like a team, like a club, like a fans. This is Újpest. Nem csak a mai mérkőzés során, hanem már az elmúlt 3-4 találkozó alatt is nagyon éreztük a szurkolóink támogatását, ma este különösen. Azt mondhatom, hogy ez az Újpest, amelyben mindenki beletartozik, a játékosok, a csapat, a team, a klub, a szurkolók, így együtt. Marad még bent valami? Annyit kérdésem. Thank you very much. Köszönjük szépen. Is there? Yeah? No more? Thank you very much.
Don't ask me. Gratulálok, ne kérdezzenek. Akkor folytatjuk a sajtótájékoztatót a MOL-Fehérvár FC Újpest FC mérkőzést követően. Megkérném csapatunk vezetőedzőjét, Mihály Borisztól értékelje a látottakat. So let's continue with the press and please sum up what you've seen today. Yeah. Guys, I think I saw the same game like you saw, that we woke up after the second goal. We had a big chance before the second goal, then it was 2-0, and after, believe me, that is what I saw in the training, that they want to play forward and want to play deep. First half, with the 0-0, we can live. We had some problems on the side with Antonov. There was something wrong with the communication. We had a good steal from Luc first half as a fullback. We want to play a little bit more aggressive. It was okay, not the best. Okay, then we got the goal after 1 minute, I think 46 minutes. Then I saw we had more self-confidence. We tried to play again before the second goal. We had this chance, yeah. And after we changed, I think there were an impact. Everybody who came in was running, tried to make this not normal result for us. And then you lose 2-1. So congratulations for Újpest, for sure, because of the first 60 minutes, they deserve it. We have to going on the last half an hour, and we don't have to say anything nice or whatever. We have to go clear on the point and to work on it. Igen, gondolom ugyanezt a meccset láttuk mindannyian, tehát én azt láttam, hogy igazán a második gól után, a második kapott gól után ébredtünk föl. Egyébként is már azért látszott azután meg különösen, hogy szeretnénk támadó focit játszani, és az, hogy közvetlenül a második gól előtt volt egy nagy helyzetünk, az kicsit szerencsétlenül is jött ki ebből a szempontból. Antonovval voltak problémáink az elején, az első fél időben nagyjából azt mondhatjuk, hogy a játék oké volt, de annál nem igazán jobb, nem igazán erősebb, nem volt veszélyes, amit játszottunk. És aztán a második fél időben ugye nagyon hamar bekaptuk az első gólt, de utána még megvolt bennünk az az önbizalom, hogy megyünk a meccsen, és egyenlítünk, és támadunk tovább. De sajnos, mint említettem, ugye a második gól előtt ez a szerencsétlen ellentámadásból kaptuk, és utána játszottunk igazán azt a focit, amit szeretnénk a továbbiakban már az első pillanattól kezdve. Mindegyik csere pozitívan hatott a játékunkra, futó mennyiségben, támadó összjátékban. De igazából a végeredmény 2-1, tehát nem nagyon van mást mondani, mint hogy gratulálunk az Újpestnek. Az első 60 perc alapján egyértelműen rászolgáltak a 3 pontra. Köszönjük az értékelést, és akkor várjuk a kérdéseiteket. Kérlek, hogy a mikrofont várjátok meg. Soma, van kérdés? Viola? Bravo, Viola. I am asking tonight, so you can hit me. Nagy fába vágtad a fejszédet, hiszen egy olyan videóton vettél át, amely mondhatjuk, hogy gödörbe van, és ahogy te is mondtad, oké volt csak a játék. Mekkora kihívás ez, hogy így szezon nem is közben, hanem már a közepe, már inkább a vége felé vetted át ezt a csapatot, és azért láttuk, hogy a szurkolók is mást várnak a csapattól. Yeah, there's a reason why I'm sitting here at this time, and we know about it. If you play for Vidi or you coach Vidi, you have to win matches. This is the task. They didn't do it before, today also not. So this is what we have to do it. It's a challenge, clear. But again, I'm very very positive about the last part of the game. But it has to come from the first minute and to show. Which big club Videoton is, but also be honest, if you watch the result, that MTK play draw and Debrecen play. So it's at this moment the guys from downstairs are very very tight, very very fighting. This is the same here today with Újpest. We have to know it, that we have to work for it. Only to play football is not enough to win a match at this moment in this league.
Igen, hát nyilván oka van annak, hogy itt ülök, elvállaltam ezt a kihívást, és mivel a videótonról van szó, mindig is az a célkitűzés, hogy nyerni kell, menni kell előre. Ez természetesen a jelen helyzetben valóban nagy kihívásnak tűnik, de a végjátékkal nagyon meg voltam elégedve, és úgy gondolom, hogy vannak pozitívumok, amikre lehet építeni, és látjuk, hogy melyik irányt szeretnénk erősíteni. A videóton valóban nagy csapat, de ha azt nézzük, hogy a hétvégén az MTK is döntetlent játszott, a Debrecen is meglepetésre idegenben nyert, akkor látszik, hogy az alsóházban nagyon intenzív a tülekedés, és hát önmagában az, hogy az ember focizik, kimegy a pályára, az még nem garancia a győzelemre, tehát ezt kell figyelembe venni, és innen tudunk tovább építkezni. Köszönjük. További kérdések? Soma? Somogyi Zsolt vagyok, a Nemzeti Sporttól. Ennyi idő alatt, ilyen rövid idő alatt mit lehet átadni a csapatnak, és abból mi az, amit már visszakapott? We had a lot of talks this week. Believe me, I was every day a long time here, and we try to fix it. We try to do it. That we have to know if we want to win the match today. We have to work on it. It's not enough, and I got a lot of things back. What I told at the first sentence, what I saw like in the last half an hour. This is the attitude what I saw the whole week. So. Yeah, this was what I did the whole week. So I was very positive and optimistic. First half, nulla-nulla is totally okay. And then you have the halftime to change something, to make it better. Then you concede early a goal. This was not on our side. Maybe we have to defend it. I have to see it on the video. But again, it's not the quality we have to work on. There are other things and we will do it. Igen, de rengeteget beszélgettünk a héten, tehát nem sok napról van szó, de ezen belül gyakorlatilag minden időmet itt bent töltöttem, és végig azt tisztáztuk, hogy dolgozni kell, munkát kell befektetni, mégpedig sokat, ez szenvedős lesz ez az időszak, és az első fél időben ugye azt láttam, hogy 0-0, ez eredménynek elfogadható a játékban, ugye megvoltak, hogy mit szeretnénk a szünetben kiigazítani, kimegyünk a második fél időre, bekapunk egy nagyon gyors gólt, ezt még vissza kell nézni videón, hogy mennyire volt védelmi hiba, mennyire lehetett volna elkerülni. Ez a foci igazából, amit beadtam ebben a pár napban, azt úgy gondolom, hogy főleg az utolsó negyedében a mérkőzésnek kaptam vissza, és látszik, hogy mi lenne az a spiritus, mi az a lelkesedés, amire szeretnénk építeni, és amilyen irányba szeretnénk tovább menni. További kérdés. Viola? Ugye a mérkőzés után érdekes jeleneteknek lehettünk szemtanúi, hiszen azok a szurkolók, akik még itt maradtak a mérkőzés után, hát a játékosok közel mentek hozzájuk, de aztán szerettek volna tovább menni, te viszont oda mentél hozzájuk, összehívtad a csapatot, tartottál egy megbeszélést, és akkor utána a játékosok a szurkolókkal is beszéltek. Mi történt ennél a jelenetnél? Köszönöm. What we talk together is an intern thing, so I think everybody understood this from the players. What the fans called, everybody could listen it. You could understand it better than me, because my Hungarian is not that good, but I got a translation. So that we have to fight, for example, was one shouting, but I also listened video tones. So this is what happens there. Sometimes it happened in Germany, I saw it a lot of times. We lost the game again. The fans have to say something. We have to listen it because we are only the locker room are the guys who can change it for this club. That's all. Igen, ez egy belső intim dolog, mondhatjuk így. A szurkolók üzenetét gondolom mindenki értette, nálam jobban is, hiszen nekem nem anyanyelvem a magyar, de fordításban tájékoztattak róla, hogy mik hangzottak el. Küzdjetek, harcoljatok értünk, azért a videóton is, mint támogató, lelkesítő szólam elhangzott. A szurkolók azért vannak, hogyha egy újabb vereség van, akkor nyilván hangot adjanak a véleményüknek. Ezt nekünk muszáj meghallgatnunk, és az öltözőben leszűrjük a következtetéseket, és megbeszéljük, hogy mit és hogyan kell azon változtatni, hogy ez a jövőben talán kellemesebb legyen. Németországban is egyébként előfordulnak hasonló esetek, nincsen ebben semmi rendkívüli. Érthető ez az érzelmi felfűtöttség és állapot. Soma? Köszönöm.
A múlt héten Fiola Attila azt mondta Kispesten, hogy, hogy a katasztrofális a teljesítmény és szégyen, amit a játékosok csinálnak, és ott azt mondta, hogy ez talán nem is edző kérdés, hanem hogy a játékosok sétálgatnak a pályán, és minthogyha, hát nem is minthogyha, hanem egyértelműen mentális probléma, hozzáállásbeli probléma lenne a játékosok részéről, mondta ezt egy futballista. Ebben a tekintetben látott-e változást ezen a mérkőzésen? I can't mention names now. If you lose 2-1, it's not good to say this player makes a lot of things. One topic, now we go a little bit more intern in this week. One topic was that I want to see that they empty the tank. And I saw a lot of players who was doing also at the end of the game a lot of runs, want not to concede the third goal, and in offensive, for example, we did it also. This is what we have to show, that again, nobody give us any centimeter, nobody will give us any point, because everybody is fighting for points to stay in the league or to go to Europe. And of course, you can make it better, but what is it, Pizzi Lepce? I saw a little bit more effort inside, I think. You could see that we want to score the second goal if somebody else say not right, clear. But also if you lose 3 matches in a row, that you don't have self-confidence like a team who wins 6 matches in a row, also clear. And then it's kete-kete at the end because you will do it. Now we have to work to score 1 goal more. We have to work for it. And it's not like we shoot and it's in. The goalkeeper saved or whatever. This is what we have to understand, that we have to start the process. We are standing at this moment, but we have to start that we go downhill. And at this moment, we are not going downhill. Everybody knows this, and we will work on it. Igen, hát 2-1-re elvesztettük a mérkőzést, mindenki ismeri a körülményeket. Nem szeretnék senkit név szerint kiemelni, főleg negatív értelemben, pozitívan se, de igazából egy nagyon fontos üzenet volt egész végig, ez pedig az, hogy mindent adjanak ki magukból, tehát ne maradjon semmi a tankban. És ez látható is, hogy igazából a futás mennyiséggel összességében a legtöbb játékosnál nem volt probléma. A végén nem kaptunk harmadik gólt, kitámadtunk, nagyon hajtottunk az egyenlítésért, és tényleg az látszott, hogy mindenki, illetve a játékosok többsége komolyan veszi, és érzelmileg is mindent belead, hogy ez az egyenlítés meglegyen. Ez most nem sikerült. Látszik, hogy egy centimétert sem adnak ajándékba, egy pontot sem, egy gólt sem adnak ajándékba az NB1-ben. Van, aki a kiesés ellen küzd, van, aki európai indulásért küzd, és igazából ez nem egy lépéssel megoldható folyamat, lépésről lépésre kell haladnunk. Tényleg meg akartuk szerezni a második gólt, ez most nem sikerült, ez részben önbizalom kérdés is, tehát ha valaki 3 vesztes meccs után van, akkor az egész más, mint hogy egy 6 nyert meccs után megy bele ugyanebbe a végjátékba, és esetleg kicsit nagyobb szerencsével, önbizalommal összejön az egyenlítés. Nincs más hátra, kemény munka vár ránk, haladni kell tovább és leszűrni azokat a pozitívumokat, amelyekből tényleg egy kicsit az önbizalmat vissza lehet építeni. Köszönjük. Vannak-e további kérdések esetleg? Hogyha nincsen senkinek, akkor köszönjük szépen a figyelmeteket.